Szabad-e bejönni lucázni? Ezen az interneten megtalálható felvételen luccanapi szokásokat elevenítenek fel ezek a gyerekek. A keresztény kultúrában december 13-án egy szicíliai családban nevelkedett fiatal lányra, Szent Lúciára emlékeznek, aki életét Krisztusnak szentelte, majd mártír halált halt hitéért. Luca, Luca, kicskocs, kicskocs, kalagonya három, lyukoklunak tojatok, meg is kotoljatok. Ennek az asszonynak annyi tojása legyen. Magyarországon december 13-a Luca napja, amelyhez számos szokás és hagyomány kapcsolódik a népi kultúrában. Ilyen például, hogy ezen a napon a család minden tagjának sütnek pogácsát, és az egyikbe pénzt rejtenek. Aki erre ráharap, szerencsés lesz. 9 jámbor bűvös szóból lucaszéket faragunk. Az egyik legismertebb hagyomány, a lucaszék készítése egyaránt ehhez a naphoz kapcsolódik. Ennek érdekessége, miszerint lucaszékét ezen a napon kezdték el készíteni, viszont minden nap egy műveletet lehetett rajta elvégezni, de karácsony napjára el kellett készülnie, ugyanis az éjféli misére magukkal vitték, amelyre állva meglátták a boszorkányokat. Ehhez a naphoz férji jósló szokások is kapcsolódtak. A lányok 12 gombócot főztek, mindegyikbe egy férfi nevét írták. Amelyik közülük először a felszínre úszott, az lett a leendő férj neve. Magyarország számos területén elterjedt a lucázás vagy kotyolás, miszerint Luca napján a gyerekek körbejárják a házakat, és mondókákkal a következő évre jó termést ígértek, kisebb ajándékokért cserébe. Egy csirkétek legyen, az is botnál fogva menjen. Egy csúkotok legyen, az is fok legyen. Ennek hiányában átkokat szórtak. Luca napját egyébként a magyar nyelvterületeken gonosz járónapnak tartották. No, áldás békességet látok! Köszönjük szépen!